hamarosan befejeződik az új pécsi vásárcsarnok építése. Az önkormányzat által kiadott közlemény szerint a munkálatok 2021. decemberében meghaladták a 75%-os műszaki készültségi szintet. A bezárt épületben folyamatosan készülnek el a burkolási és festési munkákkal az üzlethelyiségekben, továbbá a gépészeti szerelvényezések mellett a villamossági szerelési munkák is elkészültek. A decemberi közgyűlésen jelezte a kivitelező, hogy többletkiadások adódtak, ugyanis emelkedtek az építőipari anyagárak és az energiaárak is. A közgyűlés decemberben döntött is arról, hogy az igényükből mit fogad el szakértő vélemény alapján, és ezután a közgyűlési döntés után az igényt, kb. 270 millió forint többletigény, ezt kellett volna a Városházának továbbítani az irányítóhatóság, illetve az illetékesek felé. Most a múlt héten jártam ennek utána, mert furcsa volt, hogy másfél hónap alatt nem érkezett választ, ennek az az oka, hogy nem ment el a levél. Ezt a képviselő szerint elég nehéz értelmezni, hiszen a cél az, hogy minél hamarabb megépüljön a vásárcsarnok. Fontos szempont az is, hogy a helyi termelők minőségi körülmények között árulhassák portékáikat. Kővár János szeretné elérni, hogy a kivitelező mielőbb hozzájusson a szükséges plusz forráshoz. A beruházást egyébként éppen az ÖPK-DNP politikusa indította el még 2012-ben, így számára különösen is fontos a projekt minőségi befejezése, még ha át is lépték már a pályázatban meghatározott határidőt.